Igazából nem kellett nagyon gondolkodnom, hogy milyen pályát válasszak, gyerekkorom óta az élővilág vonz. Mindig is az érdekelt, a természet, az állatok, a növények. Tehát én nem az vagyok, hogy megyek a gyárba, vagy akárhova, és akkor nézem az órát, hogy mikor lesz vége, akkor lesz vége, amikor vége lesz. Tehát a család ennek ugye nem mindig örül. Minden napjait, minden óráját, minden percét áthatja, nem lehet külön választani a magánélettől, a szabadidőtől. Szerintem ez csak úgy lehet jól csinálni azt a munkát, hogyha az ember hivatásának is érzi. Úgy éreztem, hogy ez, én erre vagyok teremtve. Fizikailag ez egyáltalán nem egy könnyű munka. Zöld egyenruha, rangjelzés, szükség esetén kézi fegyver. Megkérdőjelezhetetlen szakmai tudás, hatalmas elhivatottság és erős érzelmi kötődés a természethez. A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, vagyis a magyar rangerök őriznek 2 millió hektár védett területet. Veszélyeztetett fajokra figyelnek, oktatnak és formálják az emberek szemléletét. Világszerte közel 3000 nemzeti park működik. A Ranger Szövetség 300 000 tagot számlál. Ezek a számok jól jelzik a munka fontosságát. Vajon a mai természetvédelmi őrök ugyanazon az úton járnak, mint a szakma úttörői? Ha az út nem is, de a rangerök célja biztosan ugyanaz. Akcióban a természet őrzői. Elhivatott munka a természetért. Az első mai értelemben vett ranger Galen Clark volt. Neki köszönhető a későbbi Yosemite és Sequoia Nemzeti Park felfedezése és védelme az 1860-as években. A természeti értékek védelmében fontos esemény az első nemzeti park, a Yellowstone megalapítása. 1872-ben fogadta el az erről szóló törvényt az Egyesült Államok Kongresszusa. Európában az első nemzeti parkot 1909-ben hozták létre Svédországban, majd ezt követte Svájc és később számos európai ország. Prágától északnyugatra fekszik Litomerice. A hangulatos városka templomai és lakóházai a kora középkortól napjainkig követik a cseh történelmet. Különféle egyenruhát viselő emberek szállták meg a kisvárost. Itt került megrendezésre 2017 májusában a 4. Európai Ranger Kongresszus. Ez a legfontosabb találkozási lehetőség a természetvédelmi őrszolgálatok munkatársai, a rangerök számára, akik jó hangulatú, kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére is használják az együtt töltött 5 napot. A rendezvényre Magyarország több nemzeti parkjából érkeztek szakemberek. Ahány ország, annyiféleképpen működnek a természetvédelmi szervezetek, és a rangerök feladatai is teljesen különbözőek. A célok viszont közösek. Jelenleg 56 ország csatlakozott hozzánk. A Ranger szövetségek a Nemzetközi Ranger Szövetség részei. Ez a szám állandóan növekszik. Afrikából, Óceániából és Latin-Amerikából egyre több ország csatlakozik hozzá. Összefoglalva tehát a Nemzetközi Ranger Szövetség a világ valamennyi rangerét képviseli. Amint itt az Európai Ranger Kongresszuson is látható, a rangeröknek ugyanaz a szenvedélye. Szükség is van erre a szenvedélyre, hiszen világunk alapvetően megváltozott. A Föld erdős területein, a folyók árterein, a sziklás hegyvonulatokon, a magas hegységekben, a trópusi esőerdőkben, a sarkvidékeken és a világtengerekben számtalan fajt és élőhelyet veszélyeztet az emberi tevékenység. A közel 3000 nemzeti park őrzi bolygónk eredeti állapotát. A biodiverzitás megőrzése a legfontosabb feladat annak érdekében, hogy értékeink ne tűnjenek el teljesen. Ezért elengedhetetlen a természetvédelmi őrszolgálatok nemzetközi szintű összefogása. A Nemzetközi Ranger Szövetségnek a tagországaiban kb. 300 000 őr van, aminek egyetlen egy közös nevezője van valójában, hogy mindegyik őr természet vagy a kulturális örökség védelmének a frontvonalában van. A frontvonalban minden ranger kemény, fáradtságos munkát végez. Hivatásuk konfliktusokkal teli, időnként kifejezetten veszélyes.
Afrikában a kipusztulás szélén álló fajok még élő egyedeit felfegyverzett rangerök őrzik. Itt nem ritkák a tűzharcok az orvadászokkal. A veszélyeztetett fajokkal és az élőhelyek ökológiájával kapcsolatos kutatásokban is fontos szerepet játszanak. Ha ránéz az ember egy amerikai National Park Service-re, ahol egy nagyon-nagyon régóta egy kiforrat rendszer megy fölfelé, egységes felszereléssel mindenük megvan gyakorlatilag, vagy pedig egy Malawi Ranger-re, aki egyébként valójában szerintem katona. Ahogyan a föld védett területei között nem találunk két egyformát, úgy Magyarország természeti értékei is nagyon sokfélék. A változatos földtani és éghajlati adottságoknak köszönhetően mindegyik élőhely egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. A medencét hegyláncok ölelik körül. Innen érkeznek a tájképet is meghatározó folyóvizek az alacsonyabban fekvő területekre. Ezek mentén fontos, és Európában már nagyon ritka élőhelyek maradtak fenn. A vizektől távolabb, szárazabb gyepek, szikesek uralják a tájképet. A középhegységek erdőtársulásaiban találjuk a legnagyobb fajgazdagságot. Hazánk 3000 növényfajának majd az egynegyede védett. Vannak köztük jégkorszaki reliktumok és úgynevezett endemikus, azaz csak nálunk előforduló fajok is. 83 emlősfajunk több mint kétharmada védett. Olyan fajok is vannak közöttük, amelyek kipusztultak, és mai jelenlétüket a természetvédelmi szakemberek által végzett visszatelepítésnek köszönhetik. Madárvilágunk is kiemelkedően gazdag. A több mint 400 hazai fajból 359 áll természetvédelmi oltalom alatt. Különleges és ritka madarak élnek erdeinkben és a vizes élőhelyeken. Igazi Kárpát-medencei sajátosság a füves puszták védett földlakó és ragadozó madár állománya. Magyarországot néhány faj elhagyja télen, mások pedig pont ekkor jönnek hozzánk a hidegebb északi tájakról. Hazánk fölött húzódik az európai madarak egyik legfontosabb légi folyosója. A vonulás idején egy-egy faj hatalmas egyedszámban látható, például a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükségük védelemre. Minden élőlényre igaz, de a 18 hazai kétéltű és a 15 hüllőfajra még erősebben. Az élőhely védelme nélkül ezek az állatok nem menthetőek meg a kipusztulástól. Mindegyik faj védett. Van köztük olyan is, amelyiknél az utóbbi években nemzetközi összefogással értek el sikereket a kipusztulás elleni harcban. A látszólag nagy egyedszámban előforduló rovarok között is szép számban találunk különleges, védett fajokat. Ezek száma 631. Ilyen az Európából szinte teljesen kipusztult tiszavirág is. Ezen növény és állatfajok mellett geológiai képződmények, barlangok, régészeti lelőhelyek és kulturális értékek gazdagítják azt az összesen 2 millió hektárnyi természetvédelmi oltalom alatt álló területet, ami 10 nemzeti parkot, 39 tájvédelmi körzetet és 172 természetvédelmi területet foglal magában. Ezeknek a védett természeti területeknek 47%-át erdők, 26%-át gyepek, 12%-át pedig szántók adják. A hazai természetvédelem fontos állomása a Magyar Ornitológiai Központ létrehozása 1893-ban. Ennek Hermann Ottó volt az alapító igazgatója. 1901-ben kiadták Hermann Ottó a Madarak hasznáról és káráról című könyvét. Neki köszönhető, hogy 1903-ban a világon harmadikként Magyarországon is elkezdték a madarak tudományos célú gyűrűzését. Az Ornitológiai Intézet kezdeményezésére a megfogyatkozott kócsagállományt igyekeztek megvédeni. 1922-ben Gulyás József halászgazda lett az első fizetett kócsagőr a Kis-Balatonnál. Így a mai napig a nagy kócsag a természetvédelem jelképe Magyarországon.
Hosszú éveknek kellett még eltelni, amíg 1973-ban megalapították hazánk első nemzeti parkját, a Hortobágyi Nemzeti Parkot, azzal a céllal, hogy megőrizze és bemutassa a puszta jellegzetes tájképét, élővilágát, a hagyományos pusztai életformát, az ősi magyar állatfajtákat. Az új nemzeti park a hortobágyi emberek életének részévé vált, és egy új hivatás is megszületett. Közel fél évszázada dolgoznak természetvédelmi őrök hazánkban. Magyarország első nemzeti parkjaként immáron két generáció nőtt föl a nemzeti park megalakulása óta, akik teljesen elfogadják azt, hogy a nemzeti park létezik, a nemzeti park ott van a településeik határain belül, és bizonyos korlátozásokkal ez jár. Kiemelten fontos feladat a Hortobágy különleges madárvilágának háborítatlan fészkelését és vonulását biztosítani. Emiatt is lett ez a terület az első nemzeti parkunk. Szilágyi Attila gyermekkora óta lelkes madarász. A természetvédelmi őrök csónakkal közelítenek a fészkelőhelyekhez. Közel fél órányi evezéssel érnek a kanalas gémtelephez. Magyarországon itt a Hortobágy halastó az egyik ilyen talán legstabilabbnak tekinthető költőhelye. Mert ott van a lapos bokor, meg a nagy fűzfa között volt kolónia. Nagyjából ez a maximális vízmérsék. A kanalas gém egyik legnagyobb európai költőállománya a Hortobágyon, ezen belül is a halastavi nátszigeteken található. A teljes hortobágyi állomány 4-500 pár között mozog. A már megerősödött, de még épp nem röpképes madárfiókákat a fészkekből kiemelve tudják meggyűrűzni a szakemberek. A Hermann Otto óta használt sorszámozott gyűrűk alumíniumból készülnek. A rajtuk lévő számból kiolvasható az az ország, ahol felhelyezték a gyűrűt, egy weboldal címe, ami jelezni lehet a madár észlelését, és egy egyedi azonosító szám. Ma már műanyag gyűrűket is használnak. A színes gyűrűzetésnek az az előnye, hogy a madár későbbi megfogása nélkül terepen egy jó minőségű távcsővel, teleszkóp segítségével több száz méterről is adatot gyűjtünk a madár zavarása nélkül. A kutatómunka nem ér véget a gyűrűzéssel. A kanalas gémek köpeteiből és ürülékeiből is mintát gyűjtenek a természetvédelmi őrök. Ezek segítségével pontosabb képet lehet kapni a madarak táplálkozásáról, zsákmány állatairól, valamint arról, milyen szerepet játszanak a növényi magvak és vízi gerinctelenek petéinek elterjesztésében. Magyarország egyik kiemelkedő természeti értéke a madárvilág. A védelem alapja a fajok megismerése. Kétségkívül az a legszebb, leghálásabb része, ha sikerül egy védett faj akár egyetlen egyedét is megmenteni. A 29 nemzetközi viszonylatban is jelentős vizes élőhelyek védelme az egyik legfontosabb feladat hazánkban, melyek összterülete közel 260 ezer hektár. Az élővizekben az őshonos és védett halfajok mellett előfordulnak betelepített, esetenként invazív fajok is. Nem könnyű feladat beavatkozni ezekbe a folyamatokba. A tudományos munkában vannak olyan feladatok, amelyek csak éjjel végezhetőek. Ilyen az ökológiai szempontból fontos rovarok fénycsapdázása, monitorozása. Más fajok megismeréséért a felszín alá, a sötétség birodalmába kell leereszkedni. A barlangokban élő védett denevérek kutatása izgalmas és igazán embert próbáló feladat. Annak sincs könnyű dolga, aki az északi középhegység településektől távoli területein ered a nagy ragadozók nyomába. A hazai füves puszták több, európai szempontból is jelentős állatfajnak adnak otthont. A védelem alapja a tudományos munka és a mezőgazdasági termelőkkel való együttműködés. Az élőhelyek mozaikossága megakadályozza az állatok természetes mozgását, így áttelepítésekkel segítik elterjedésüket. Egyes területek eredeti állapotának visszaállításában az ott legeltetett állatok is fontos szerepet játszanak.
A nemzeti parkok szerepet vállalnak ősi, magyar állatfajták tartásában. Ez azért is fontos feladat, mert így biztosítható ezek genetikai állományának megőrzése. Napjainkban egyre fontosabb feladatuk a szemléletformálás. Ennek az is része, hogy a természetvédelmi őrök házhoz viszik a tanösvényt. Nagyon sok országban példaként emlegetik ezt a fajta rendszert, amit mi képviselünk. Nálunk a legösszetettebb talán, ami teljesen átölelje a természetvédelem egészét. Szemléletformálást is végzünk, ökoturizmusban részt veszünk, élőhelyeket tartunk fel, monitorozunk, vagyongazdálkodást végzünk. Ez általában minden más országban csak egy-egy szeletét végzi az a ranger szolgálat, akik ott működnek. A kutatás mellett a természetvédelmi őrökre olyan feladatok is várnak napjainkban, amelyekhez speciális kiképzésre van szükségük. Havonta egy-két alkalommal van intézkedés-taktikai képzés a rendészeti igazgatóságon. Erre azért van szükség, mert a természetvédelmi őrök ugye intézkedésre jogosult hivatalos személyek. Ha elfogja egy helyzet önvédelemből, vagy a intézkedés kikényszerítése céljából, akár testi kényszert is alkalmazhatunk. Ha becsúszik, hasba fog verni. Ha kezed van kívül, azt fogja eltalálni. Jó? Ha nagyon lent van, akkor fejbe ver, ha nagyon fent van, akkor verse vagy bordember. Egyet föntről, a kiképzést gyakorlott szakemberek vezetik. Egy intézkedés során kialakulhat olyan konfliktus helyzet is, amelyben ez a tudás mindkét fél biztonságát szolgálja. Egy intézkedést úgy kell lefolytatni, hogy az jogszerű, szakszerű és arányos legyen. Tehát bármelyik ebből a háromból csorbul, akkor ott az intézkedést azt nem jól folytattuk le. A természetkárosítás bűncselekményének elkövetését sokszor nem a tudatlanság, hanem a pénzszerzés motiválja. Gyakori a védett gombákkal, vadvirágokkal és mohákkal folytatott kereskedelem. Az elkövetők csoportban dolgoznak, így az ellenük való fellépés rendszerint a rendőrséggel együttműködve történik. Minden illegális cselekménynek a legnagyobb visszatartó ereje a bukás. Már egyszer ki sem megy, hogyha már háromszor megfogták bizonyos dologgal. A büntetési tétel az nem mindig terminálja ezt a dolgot, hiszen hogyha kimegy ötször, egyszer sem fogták meg, mit számít, hogy mennyi a büntetés? Senkit nem fog érdekelni. De ha már el van fogva, meg van fogva, akkor már ott nincs mese. 2017. áprilisában hatalmas hó esett a Bükkben. A helyzet a következő. Már fenn vagyunk a felsíkon, itt megálltam egy pillanat, mert hívott a bükki kolléga. Indítanak útba még négy embert, fűrésszel, meg kajával, meg gyerekkel. Sok fa dőlt ki, hatalmas ágak törtek le a már kizöldelt fák lombján megtapadó hú nagy tömege miatt. Hát nem egy típusos április, igen, május eleje. Láttam már pár dolgot az elmúlt 20-25 évben abban a műfajban, de azért ez dobogósnak. A természetvédelem és a gazdálkodók között a konfliktus helyzetet a földre került faanyag okozza. Nyilván egy ilyen helyzet után az a dolgunk, hogy ami természet számára ebből előnyös, abból minél nagyobb szeletet próbáljunk megtartani. Az, hogy holdfa keletkezik akármilyen formában is ezekben a területekben, az mindenképpen szerencsés. Áprilisban már sok védett madár költ. Ezek érzékenyek a zavarásra. Emiatt csak ott szabad feldarabolni és elszállítani a kidőlt fákat, ahol az elkerülhetetlen. A természetvédelmi őrszolgálat évente egy-két alkalommal a rendőrséggel együttműködve helikopteres légi járőrzést is tart. Az Észak-Magyarország feletti útvonalon Magos Gábor a hótörés miatt károsodott erdők monitorozását végzi. A közös járőrszolgálat nagy segítség a természetvédelem számára. A levegőből jól felmérhető, hogy mekkora területet érintett a fák kidőlése. Rózsa Sándor pedig a Zempléni hegység, illetve a Tisza és a Bodrog menti élőhelyek is régészeti lelőhelyeket ellenőrzi. Nem csak a levegőben, hanem a vízen is van együttműködés a természetvédelem és a rendőrség között. Tisza azért elég nagy folyó, ott hajóval is látunk el szolgálatot, és nyári időszakban, illetve tavaszi időszakban is folyamatosan járjuk a Tiszát, szintén adatgyűjtés céljából részben hatósági ügyek miatt, horgászok ellenőrzése, illetve a kérészgyűjtések elkerülése véget. Jó napot! Rácz András, Kismunsági Nemzeti Park, horgászat ellenőrzést tartanánk. Horgász engedélyt és a személyigazolványát, legyen szíves. Köszönjük szépen! A rendszeres ellenőrzésnek köszönhetően ma már ritkább az engedély nélküli horgászat és orvhalászat.
Fontos eredmény a kérészek gyűjtésének visszaszorulása is. Vannak váratlan helyzetek, amikor a természetvédelmi őrszolgálatot hívják segítségül. Tegnapi tápolult egy vihar, rengeteg sok villámmal, és szerintünk villámcsapás miatt ez egy ilyen öngyulladás, ami történt. A homokhátság tájegységben dolgozom, ez egy extrém száraz élőhely, ezért a tüzek nem ritkák ezen a területen. Megközelítjük a tűzzel érintett területet. Az a probléma, hogy nincs utakkal meg nyiladékokkal föltárva ez az erdőrészlet, mivel nekünk van a legnagyobb helyismeretünk, ráadásul ugye mi feladatunk ezeknek a védett területeknek az őrzése, kezelése. Ezért természetesen ilyen havária helyzetben is legfontosabb feladatunk nekünk az, hogy segítsük a tűzoltók munkáját, de inkább logisztikai feladat. Innentől van benyőre, azokat a nyarakat kell elvárni. A tüsttel érintett területtől milyen távolságra tartózkodnak ők? 1500 méterre. Jön egy újabb vihargóc, remélem, hogy eláztatja ezt a területet, és akkor nem lesz ebből holnapra már sok problémát. Igen, ez a tűznek a széle. A védett területen keletkezett erdőtűz oltásánál elengedhetetlen a természetvédelmi őrök helyismerete. A tűz az egy természetes folyamat, ennek meg lenne a szerepe, még a biológiai szerepe is, hiszen nagyon sok élőlény kötődik a tűz utáni területhez. Az eredeti őshonos növényzet ma már sokkal kisebb foltokban található meg. Ez alapvetően megváltoztatta az erdőtüzek ökológiai hatását. Csak az őrkerületemben összesen 2000 hektár nyáros borókás maradt, ez akár egy tűznél le tud égni. Ezért kell konzerválnunk, vigyáznunk ezekre a nagyon tűzveszélyes, de egyben nagyon felaprózott élőhelyekre. Különben nem lenne baj a tűz, ez egy természetes dolog. A 2017 júliusában kialakult erdőtüzet végül sikeresen megfékezték. Vannak olyan területek, amelyeket gyalog nem lehet bejárni. Az őrkerület adottságai miatt a terepjárónál sokkal jobb választás az ember régi barátja, a ló. Természetőr egyes közleménye, hogy megkezdjük a lovas szolgálatot a természetvédelmi területen. Vétel vége? Rendben, nyugtáztam, vétel vége. Vannak olyan területek, ahova se gyalogosan, se gépjárművel nem tudunk bemenni, mert annyira mocsaras, vizes, vagy olyan az ajnövényzet, hogy egyszerűen átjárhatatlan. A Felső Rákosi réteg Budapest környékének egyik legértékesebb vizes élőhelye. Nádas és gyékényes borítja. Fészkel itt a barna réti héja, a gúvat és más vízi madarak is. Jelentős a kétéltű és a hüllő populáció is. A nagyváros közelsége miatt ez a védett terület korábban nagy nyomásnak volt kitéve. Többféle szennyeződés veszélyeztette. Most a kábelégető helyet fogjuk leellenőrizni. A nád mellett égették le a műanyagot ezekről a kábelekről. Ugye ez azt jelentette, hogy itt akár több méter vastagon is állt ez a veszélyes hulladék. Teljes talajcserét hajtottunk végre, több konténernyi ilyen veszélyes hulladék lett innét kitermelve. Itt senki nem mondaná meg, hogy ezen a területen valaha kábelégetés folyt. Nem egyszer belefutottunk már például egy iskolás csoportba, és tátott szájjal néztek minket, és így hallgattam, hogy így mondogatták egymás között, hogy hát ez milyen menő, amikor nagy leszek, én is ilyen akarok lenni. Nem véletlen, hogy egyre többen érdeklődnek a hivatás iránt. Igazi kihívások között, varázslatos helyszíneken és a természettel különleges kapcsolatba kerülve végzik munkájukat a természetvédelmi őrök. Természetvédelmi őri szakma mindenképpen elhivatott embereknek való, akik szeretik a természetet, nem vágynak nagy anyagi javakra. Akik itt dolgozunk ebben a szakmában, nem sokan, ezek mindenki azért van itt még a mai napig, mert szereti a természetet, mindenképpen tenni akar a hazai természeti értékekért. Ez az, ami még összetartja ezt a csapatot.
8 részes filmsorozatunk következő epizódjai Magyarország legszebb, sokszor ismeretlen tájai mutatják be ezeknek az elhivatott és nagy szakmai tudással rendelkező embereknek a mindennapjait.